közönség sikernek ígérkezik a Népszínház legújabb előadása. A játék a kastélyban rendkívül szórakoztató és intelligens darab, melyben remekel a színészgárda. Mezei Kinga első alkalommal dolgozott rendezőként a Szabadkai Népszínházban. Ez az időszak, amin túl vagyunk, azután az embernek valahogy jól esik egy kicsit azt elfelejteni, és egy kicsit úgy jönni ki a színházból, hogy valami, hát, hogy valami vidámmal, valami kellemessel, valami kacagtatóval találkozik. Pámer Csilla szinte Lubickola díva szerepében. A történet szerint az ő lelepleződését igazítja helyre a Pálfi Ervin alakította színműíró. Miközben egymás után sorakoznak a vicces jelenetek, Molnár Ferenc bravúros szövege olyan modern tartalmakat is feszeget, mint az önreflexió, a hagyomány vagy a színház a színházban kérdése. Ez egy mesterműve Molnár Ferencnek, és tényleg nagyon pontosan van megírva, és ezért nagyon pontosan kell játszani. És akkor ez volt talán a legnehezebb, hogy ezeket a játékokat úgy megvalósítani, hogy a szórakoztató legyen, pontos és minden érzés és szó, mondat, hangsúly a helyén legyen. Az előadásban debütált a Népszínház Magyar Társulatának legújabb tagja. Persze kikapcsol az ember is, élvezi ezt a látványt, a zenét, a poénokat, de nagyon figyelni kell, mert Nem azt akarja mondani a darab, hogy mindent higgyünk el mindenkinek, és a hazugságokat el kell hinni és tűrni, hogy minket becsapjanak. Szerintem inkább azt akarja mondani, hogy jobb néha nem tudni mindent. A két felvonásos előadást utoljára több mint 4 évtizede játszották vajdasági színpadon.